évkezdés! Micsoda műsorkezdés! 2019 első hashtag bocskorja. Ha lehet így ragozni a nevem. Vendégeim, Bosala Rozina. Ábel Anita. Kabát Peti. És Hagyuszti. Óriás újra látni benneteket. Ez a két gyönyörű művész, hát egész ünnepi időszakot végigjátszották. Az én lányom látott benneteket, imádta a darabot az Álomutazókban, tényleg. Hát fantasztikus. Nincs ízlése. Mert hát nincs még. Szóval majd kell autogramot kérnem tőletek, ezt csak mondom, és majd viszem. Örömmel. Szóval gratulálok, tényleg mutatta, láttam, óriásiak voltak. Nagyon nagy volt. Az volt a furcsa, hogy három előadást játszottunk naponta. Peti, az olyan, mintha egy nap három foci meccset játszana. Mondjuk az NB1-ből lehet, de ott meg lehet csinálni. És mindegyik teltházas, ami nyilván neked furcsa lett. Gondolod, hogy sok ember ott ül. Teltház volt! 12-szer, tehát 4 nap alatt 50 ezeren néztek meg minket, Peti. Azért... Azért hadd védjem meg a Petit, ugyanis Petitől én kaptam egy könyvet, amely róla szól, és elkezdtem olvasni, és Peti teltháza stadionokban focizott Törökországban például. Egy meccsen többen voltak, mint a 4 előadásotokon. Hoppá. Igen, itt van egy ilyen Kabát Péter című... 70 ezeren voltak. Van egy ilyen könyv ajánlóban, hogy Kabát Péter, tehát ez a címe. Tehát fantasztikus. Hát az vagyok én, Steve. Tudom, de... Jobban örültem volna... Gondolom, hogy én jobban örültem volna neki, hogyha az lett volna a címe, hogy Góljaim a Wembley-ben. A könyv arról szól, hogy ez a könyv, amit a kezedben tartasz, egy gazdag labdarúgó karriert magáénak tudó, rengeteg élményen, sikeren, kudarcon és viszoktanságon edződött játékos Kabát Péter életét mutatja be. Kiderül, hogyan indult az Újpest 35 éves gólerős csatárának pályafutása a Honvédban, mennyit dolgozott azért, hogy NB1-es gólkirály legyen a Vasasban, milyen benyomások érték 7 éves légióskodása során a törökországi, a bolgár és az osztrák bajnokságban. Nagy tanulság. Ja. El kell olvasni. De tök jó, én elkezdtem olvasni, hát nyilván még az elején tartok, de abszolút lejön az a szerethető Peti, akit itt ismerünk a műsorból, meg más műsorokból. Ez már a könyvből lejön, a gyerekkorában is ilyen volt, és hát végülis tényleg egy nagy karriert futott be. Hogyne, hát köszönöm. Ahhoz képest, hogy Magyarországon mi, akik ezért tanulunk, vagy de ugyanott ülünk, mint ő. De még mi is elkezdhetünk focizni. Hát figyelj, simán. Figyelj, mindenkinek ott volt a szansz, nem? Hát nem. Ez így van. De az a személyiség, hogy nem tanítják meg jól. Én most láttam egy filmet, amiben az volt, hogy edzőbá tanítja a gyerekeket, és én azt nem tudtam, hogy a labdába, tehát mondjuk itt a labda, hogy ide mellé kell lépnem. Mi és hova lépsz? Oldal? Nem, én mögötte voltam, itt álltam meg, és így rúgtam. Hát de a Messi... Tehát nem Messi, Messi Ronaldo, úgy hívják. Ronaldo! De a Messi állsz a labdát, hogy rúgod el? Nem tudom, hosszú lábam van. Közel kell lépni. De én ezt most kezdtem el gyakorolni. Nem menjünk bele ilyen technikai, semmi, tehát futball technikai dolgokba, mert azt már én nem sem tudom követni. Nem gondoltam volna az első 5 perc erről fog szólni. Na ne, de örüljünk neki. Megvan a vége. 2019. Egy valamit, egy helyszínt mondjatok, hogy szilveszterezni hol voltatok. Anita, helyszín, csak. Lakás. Dubaj. Nem, Gyula! Gyula! Esküszöm! Gyulán voltam. Én Dubajba. Micsoda? Tényleg Dubaj. Rozi? Ausztria. Ausztria. Én Debrecen. Oké, okay, szuper. Debrecenben? Igen. Hát én debreceni vagyok. Ott, azért, ott vannak ám nagy szilveszteri bulik, így ülsz. Nem, csak hogy gondoltam, hogy ne beszéljünk, hogy ki hogy ünnepelt, hanem azt, ja, hogy a helyszínek mi voltak. Kezdjük el. Mi volt Debrecenben? Nem, hát én ott sok szilveszteri buliba voltam, tehát ez volt a szilveszteri buli. Hát menjünk, ja, ő is debreceni, ugye? Nem így volt. Jó, jó, akkor menjünk el a nagy templom elé. Oda mentünk és ott csináltuk ezt. Ez debreceni ünnepel? Debreceni, nekem ez volt mi. Nem piáztatok? Belül bontanak pezsgő. Na figyeljetek, 44 nap és 4 óra alatt érte el Rakoncai Gábor expedíciója a déli sarkpontot.
De már nekünk ő írta a zenét az Álomutazóban. Igen, ő, Rakoncai Gábor. Rakoncai. Na most 950 kilométer gyalogolt, voltál egy 90 kilós szán, ezt húzta maga után, és sokan úgy emlegetik, hogy Rakoncai az első magyar a déli sarkon, de 2005-ben két testnevelő, Kovalcsikné Bátori Krisztina, de véletlenül, tudod, konyhások voltak az általában. Hozunk egy kis ízét. Hol vagytok? A déli sarkon. Ez így volt. Várjál. És Ács Zoltán, tehát Kovalcsikné és Ács Zoltán, már ők kitűzték a magyar zászlót a déli sarkra, amit még tudnotok kell. Te mondod, vagy én mondjam. Hogy Kovalcsikné? Kovalcsikné kicsoda? Hát ő Lilu édesanyja. Na, de. Hát Kovalcsik Ildikó, igen. Anyukája volt kin? Nem. Ja, de. Nem, de. De. Peti, nem Kovalcsikné anyukája, hanem Kovalcsikné maga, Lilu édesanyja. A Lilu anyukája, ő már rég kitűzte a magyar zászlót a déli sarkra, most oda ment Rakoncai 44 nap alatt, és meglátta Kovalcsikné zászlaját. De. Ő nem tudta. De miért nem tudta? Ez így történt. Jó, a különbség az, hogy ugye Rakoncai, a zeneszerzőtől, nem, hülyeség. Rakoncai 950 kilométer gyalogolt ugye a parttól tulajdonképpen. Kovalcsikné, tehát Lilu anyukája viszont csak 110-et. Tehát, nem de őt bereptették valameddig, és hát, hogy túl vagy bevitték-e kvaddal, vagy én nem tudom, tehát nem tudom, hogy kell ott közlekedni a déli sarkot. De igazából lehet, hogy a környező szállodáknak vannak ilyen rekreációs programjai, hogy ő szállon, beviszünk egy 10-15 kilométer gyalogolt, és akkor kitűzhet. Sétálják Kovacsikné zászlajáig. De ez nagyon nagy. Nem, ő egy nagyon kemény sportember, Lilu anyukája egyébként. Ja, ő azt hittem, hogy ez egy kemény sport a déli sarkmászás. Hát az azért... Nagyon, hogy ő azért egy... Hát jó, de mínusz 30-ban gyalogolni... Hát de menjen mínusz 10-be. Hát tehát de... a néha kiszállnál a bazi drága autódból, és igen, megismernél az ülésműtésről, hogy milyen elmenni A-ból a B-be, amikor itt hát is szakadod. Miután az ATV előtt nem lehet már parkolni, egy ilyen 80 méter... Na, hóban jöttem? Kemény, mint 44 napig. Mint 950 kilométer. Hát az 44 napig lenne. Az élmény be tudom szorozni. Úgy érzem? Hát, igen. Jó. Én szemtanúja voltam annak a pillanatnak, amikor először felszólítottak rá, hogy nem lehet a ház előtt leparkolni, és 80 métert gyalogolnod kell. Igen. Azért egy olyan negyed óra volt, mire feldolgoztad ezt a traumát. Na, jó, mert én nem vagyok annyira kemény, mint Rakoncai. De Rakoncai, egyébként Rakoncai volt az, Rakoncai Gábor, csak hogy össze ne tévesszük a zeneszerzővel, aki a világon először kenuval kelt át az Atlanti-óceánon. Majd, tehát... kenuval megy a déli sarkra. Akkor valami. Hát de így... kilométer. Az Atlanti-óceán? Amit kenuzott. Hát szerintem olyan 3000 biztos van. Hogy 900 volt odáig, akkor nem lehet. Nem, nem, nem. Na most ne keverjük a dolgot. A déli sarkot. Figyelj, lássó beszélni. Így van, ez egy másik történet, de most behozom még Erős Zsoltot is, azért emlékezzünk rá. Úristen! Ne kavard meg a Petit. Mindegy, Peti, türelemmel várd ki, hogy mit akarok megtudni, jó? Ki fog derülni minden apró. Ki fog derülni? Erős Zsoltra emlékeztek, hegymászó, balesetet szenvedett, nem kellett volna levágni a lábát, de levágta, mert azzal könnyebben tudott volna újra mászni, és aztán odaveszett, ugye barátja próbálta megmenteni, ő is odaveszett. Tehát ezekről az extrém, még azt sem mondanám, hogy sportokról vagy sportolókról beszéljünk, hogy ez, gyerekek, ez igazából micsoda. Mert itt ugye komoly megszállottság, játszik szerepet, egyfajta kínszenvedés, de ez mi? Tehát ezzel ti tudtok azonosulni, hogy itt mi történik? Egy ilyen déli sarkmászónál, egy hegymászónál, aki az életét? Mi ez? Én ott tudok azonosulni, bocsánat, hogy például ez 44 napig a Rakoncai megy a déli sarkon, egy zokniba és egy gatyába. Mikor én kollégista voltam, ugyanezt csináltam. Mint az én 80 méterem az ATV. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy ő ugye 90 kg-os szánt húzott maga után, Jézus. Egész végig. Na, de ebbe volt az ő élelme és minden, ami 44 napra, amire szüksége van. De hát egy idő, ez egy természetvédelmi terület, úgyhogy hát ami kijön, azt nem lehet elásni. Úgyhogy ahogy fogyott a kile... amit nyomsz, tudod, mert ezt... Amit ott hagyod? Nem, viszed magaddal tovább, mert hogy természetvédelmi terület, és nem lehet, tehát a 90 kg, ami az elején élelmiszer volt, az a végére gyakorlatilag 120. Az ő ürüléke volt, amivel ő célba ért. Tehát, a végére az utolsó... 120 lett. Mitől lett több?
Nem lett több. Nem. Hát de ugyanannyi kb. Biztos volt. De hát megeszel. Hát 90 kiló csoki van a számkódon. Azért, mert rajtad átszalad minden más. Még azért bajban lennék ott. Egyébként én csináltam egy interjút egy hegymászó hölgyel, és az Anita sztoriában, ami a YouTube műsorom, egyébként indul nem sokára a harmadik évad. Még egyszer mondod. Anita, hol lehet látni? Igen, fent van a YouTube-on, a TMC csatornán, mindegy. És megkérdeztem, hogy hát azért nőként ez hogy van, amikor ő hegyet mászik, és mondjuk hát kell menni. És elmesélt egy történetet, hogy mentek valahova, valami, nem, már nem tudom a hegy nevét, és már hosszú napok óta, és valami vírust összeszedett, és hasmenése lett. És másztak egy ilyen teljesen sík falon. Mögötte egy japán felfedezés. Én játszom! Én játszom! Én már tudom, hogy mi lesz a gazdás! Mondtam, hogy ment, és érezte, hogy jött az a hang, az a hát mondta, hogy itt most két választása van, vagy bele az overall, és nem tudom én, vagy a japán csoport, akit valószínűleg az életében nem fog látni többet, és ő az utolsót választ. Utolsó, én is azt. Le! Minden! És folytatta tovább a mászást. És szembe nyomta mindet? Hát nem tudom. Valaki elhagyott. Nem tudom, mit látod, de hát azért gondoljuk. Japán hírekbe utána lehet keresni. Figyelj, a szükség nagy úr. A szükség nagy úr, és ez japánul hogy mondják? Sokonomo deki a kono soba. Azt szeretném tőletek megtudni, ha egyáltalán hogy átudjátok ezt. Ez... hogy ezeknek mi a motivációja? Fanatizmus, hát ez egyértelmű. A fanatizmus azért az motivál. Hát abszolút. Igen, meg kihívás, meg kihívás. Az, hogy legyőzni saját magad, tehát hogy ez teljesen... De mindenki járt már a déli sarkon, vagy mindenki megmászta már azt a hegyet, hát a serpák úgy futnak föl mellettük, tehát ez nem egy olyan dolog. Csaj, mit jelent a serpák? A nepáli, kínai, ilyen hegyi vezetők, azok a serpák. Mondd el, Peti, hogy ezt honnan tudod? Serpákot most rákerestem reggel a Google-be rákerestem, hogy nehogy itt beégek, hogy nem tudom. Serpákok és a cirpákok. Na de ők például, tehát ott ők úgy szaladnak föl, hogy gyakorlatilag... Hogy ihaj. Kisebb kihívásokat is azért van, aki már nem ért például én a maratont. Igen, de az egy verseny, annak van egy eredménye, annak van egy díja, stb. Hát itt gondolatok bele, most tök őszintén mondom, hogy ezeknek az expedícióknak igazából semmi tétje nincs. Nem fedezel fel semmit, már felfedezték. Hát érted, hogyha mondjuk fent a hegyről lehozol egy mamutot, az valami, de nem hozol le semmit, magadat jó esetben, rossz esetben ott maradsz. Igen. Ez meg elmegy a közepére, ott látja Kovalcsikné zászlaját, hazamegy. Tehát mondd el nekem azt, hogy ebben mi a... Kihívás ez neki. Igen, ez egy tudja csinálni, a saját határait feszegeti. Így van. Hogy, tudod, amikor te is reggel belövöd a hajad, és azt mondod, hogy igen. Rádióba megyek. Ma nem úgy áll, de jó! Ez így van. Tudjátok, hogy az első expedíciónál Amundsen és Scott kapitány versenyeztek. És az egyik csapat, a norvégok, Amundsenék azt mondták, hogy mi kutyákkal megyünk, tehát kutyával fogunk menni, és a Scott kapitány azt mondta, hogy mi mini póni lovakkal fogunk menni. De azoknak milyen lehetett az ürülékét szállítani? Nem, hanem az volt a dolog, és azért nyertek Amundsenék, mert ők lelkileg nem botránkoztak meg azon, hogy táplálékként használják föl a kutyákat. Ha megették azokat? Megették. Oda is, ha vissza... A 70 kutyából 30 kutya maradt. De rakoncai nem egyezül mentek. Nem, négyen mentek. Ki volt a másik három? Az operatőr és a hangmérnök. Az operatőr és a hangmérnök. Így van. Nem, itt egy cikkből idéznék, ő azt mondja, hogy sosem tudom, mit kezdjek az ilyen hírekkel. A maga örömére csinált valami értelmetlent, ami max a saját önbecsülését növeli, és most akkor hős. És kérdezem tőletek, ők hős.
Hős. Miért? Ez embertelen körülmények között kell mondjuk 44 napot teljesíteni. Gyakorlatilag haldoklik a szervezetet, hiszen hogy és akkor nem mi itthon nézzük a fókuszban, és örülünk, hogy túlélte? Nem, vagy... a fókuszban azért nézed, meg ők szponzorálják. Ez az üzleti modell? Egyébként ebben van üzleti modell? Van, biztos, hogy van. Egy olyan ruhát reklámozol. De nagyon kevesen támogatják. Igen, azt mondanám, hogy finanszírozni lehet magát az expedícióból, de iszonyatosan drága egy ilyen expedíció egyébként. Vannak bődületes pénz. Hát igen, ezért kérdezem az értelmét ennek az egésznek. Tényleg akarom tudni, és ez most nem áll naív kérdés. De vannak olyan dolgok, amiknek nem feltétlenül van értelme és örömet okoznak. Hát, Rozi, nyilván tudnánk egy csomót sorolni. Hát akkor neki ez okoz örömet. Rendben van, oké. Neked mi volt a legnagyobb sport teljesítmény? Nekem az, hogy a gombfocit akartam gyűjteni, és nem 900, hanem 1000 csapatot volt. Az volt a célkitűzésem. És megvalósítottam. Ez majdnem olyan. Ez majdnem olyan, kicsit más. Csak a mi hűtőbe kellett volna csinálnod. A mi hűtőbe. Hűtőládában. Egyébként nektek, mert nyilván ez valamiféle adrenalin függőség, nektek van bármi nemű, bármiféle adrenalin függőségetek? Van. Van. Nekem az például, hogy néha mostanában nem szoktam sokat járni BKV-busszal, de jegy nélkül felszállok. És akkor úgy mindenkibe azt látom, hogy ellenőrzés. Nézem is. Jó, vége, leszállok, és utána... Wow. Leizzadok. Én két év után először ültem villamosra múlt héten, el kellett mennem a kocsimért, és egyszerűen sokkal egyértelműbbnek tűnt, és a felénél jutott eszembe, hogy nekem kellene, hogy legyen jegyem. Ugye? Nem jutott eszembe, és onnantól kezdve jött ez a paranoia, hogy mindenki ellenőr körülöttem. Állítólag Budapesten ez tömegsport. Nektek nőknek egy ilyen kockázatvállaló vadember az vonzó? Micsoda? Hát most hát ezekről az extrém adrenalin hajhászó férfiakról beszélek, akik véghúznak 90 kiló kulát a sarkig. Tehát úgy azért úgy meg tudnál őrülni? Nem tudom. Nem érzel? Tehát amikor látod a fókuszban, hogy basszus, ez egy férfi, nem de a bocskor, hát érted? Most... Nincs de hát onnan tudjuk, hogy most ő miért csinálja ezt? Hát ti mondtátok nekem, én csak kérdeztem, hát hogy tudom, ez izéért magát leküzdeni, ez fanatizmus. De ez nem. Így építették fel a... Miért az nem fanatizmus, hogy te 800 éve kelsz a rádióba? Jó, és hát... mész be és csinálod, az is egyfajta fanatizmus. Értem. És akik hallgatják, azok is. De én nem olyan vad, ez a nyersesség, ez semmi? Ez nem hat? Hát nem tudom. Hát nekem a tengerparti szörfös nyersesség az jobban tetszik. mint ez a nagyon beöltözött jeges, mert hogy a szakállukulás történet. De ez egy bug? Mikor ezt... utoljára volt, amit akkor is bepereltett, tehát nézd, de majd a déli sark expedíció. Tényleg, hogy van ez, hogy a hóra ráteszi és összeszedi, vagy van a szánkón egy kis mobil WC, vagy egyből az acskóba? Tehát, hogy az na, hogy van? Ne nevessük ki, hát nyilván. Nem nevetem ki. Érted. Ne ez maradjon meg bennünk, hogy 44 napig kulán. De amúgy a vízbe is jöhetett. Köszönjük. Hát a vízbe is jött a szörfösnél. Miért nem jöhet? Hát ott a kis... Miért belekakál a vízbe? Miért nem jöhet? Miért érdekes, nem tudom, egy kicsit elmentünk most. Kinek mi maradt más meg ebből a sztoriból, hogy ez a fiatal ember... Ember feletti teljesítmény, ezért ebben áll a pozitív. Ami férfias, az, ha valaki valamit elhivatottan csinált, az szimpatikus egy nőszámára. Innentől már nagyon vág az ollom. Rendben, oké. Jó, váltsunk témát. Jó, most ideje volt. Köszönöm, Anita. Nagyon szívesen, Gábor. Én így viselkedtem a te műsorodban? Nem, most visszaadja. Hát én vicces voltam vagyok, de... Szóval, beszéljünk egy picit Curtisről. Olvastátok, hallottátok, Curtis rehabra megy. Mi foglalkoztunk annak idején a témával. Tényleg, azért kapcsolok, bocsánat, mert ez a legnagyobb dolog, belátni azt, hogy függő vagy, és utána bocsánatot kérni, és lépni, hogy igen, akkor elmegyek rehabra. Nagyon nagy dolog. Egyébként olyan szinten lekövethető pszichológiailag azok a stádiumok, amikben ő belekeveredett, hogy először az indulat, tagadás. A dű, a tagadás, aztán a belátet, rájön, elfogadja, és aztán azt, hogy ezt nyilvánosságra hozza. Én azt gondolom, hogy talán ilyet még nem is néztünk ennyire nyíltan végig Magyarországon a médiában. A Szabó Győzőnek van egy könyve, és az a címe, hogy a toxikomám.
és most a toxikomák, az egy, én azt gondolom, hogy a leggeniálisabb... Koma. Igen, és ez a leggeniálisabb név, hiszen neki most lehet, hogy 3 hét alatt a rehabon le tudják hozni, de amikor kijön, és ott vannak ezek a komák, akikkel csinálta ezt az egészet, és ez az élet, a backstage, a partik, a bulik, na ott hogy lehet megállni? De azt meg tudja állni? Így van. Egy pillanat. Ugye ő ezt kiposztolta, sőt, a végén, mert ugye emlékezzünk arra is, hogy Majka nagyon-nagyon involválva volt ebben a történetben, a végén azt mondta, hogy szeretlek, Petike, és mindenben igazad volt. Ezzel a mondattal kapcsolatban is majd azért gondolom mindenkinek lesz egy-két megjegyzése. Folytatjuk a reklám után ezzel a témával. Már is folytatjuk, ugye itt a hashtag bocskorban az előbb azt a témát kezdtük el boncolgatni, hogy Curtis, aki kb. Egy fél éve került ugye ebbe a botrányos hírverésbe Majkával kapcsolatban, amikor Majka ugye elmondta róla, hogy ő annyira drogfüggő, nem lehet vele együtt dolgozni, és elengedte a kezét. Aztán Curtis nyilván tagadott, de azóta rengeteg fellépés lemondott. Ugye még Emilióval is volt, ami közös projekt. Én láttam plakátok, hogy az arénában fellépnek, vagy nem tudom, én hol azt hittem, hogy ott csak a gázsia van kiírva. Hogy akkor azt is lemondták. Tehát a lényeg az, hogy elérkezett a pillanat, amikor ő nyilvánosságra hozta azt, hogy ő most rehabra vonul, azaz elvonulra. Itt ugye azt hiszem ezen a Facebook poszton látható és olvasható, kedves ismerősök és rajongók, sajnos... Ez Insta, tehát a föl lennél Insta, nem lát... már végre valamin. Édes szívem, olyan mindegy nekem. Tényleg, hadd olvassam fel ezt a szöveget. Mióta mondom már, hogy legyél jelen. Jó, szerintem jelen leszek. Nagyon menő, hogy nincs a bocsi fönn semmilyen közösség. Na tessék, nekem nem vonzó vagyok és vadember, mint az előbb. Déli sarkon sincsen Insta. Így van, pontosan. Kedves ismerősök és rajongók, ez már Curtis szavai. Igen. Az Instáról. Sajnos idő kellett ahhoz, hogy belássam betegségem, bocsánatot kérek mindenkitől mindenért. Ezen a héten befekszem egy rehabilitációs központba, hogy újra az igazi Curtist kapjátok, a januári fellépéseket holnap lemondom. Utóirat? Szeretlek, Petike, és mindenben igazad volt, szív. De gyerekek, amit szívecske. Tehát... Figyeljetek, az igazi Curtis, tehát én, mint zenerajongó, mi van, hogyha úgy szerettem meg ezt a vadfiút, ezt a lázadót, ahogy, jó, de... ahogy én az Amy Winehouse-t úgy szerettem, ahogy... Te vagy a dílere, vagy miért mondod ezt? Nem vagyok a dílere, csak mi van, hogy nem félő egy előadónál, ugyanis nálunk színházban ez nagyon veszélyes, hogyha valaki például úgy próbál be egy színdarabot, hogy próba közben megiszik egy vagy két felest, akkor utána úgy kell játszania, mert egyszerűen úgy van a testébe benne. Igen, én azt hiszem, hogy egyébként igazad lehet ebben. Én egyszer az Aerosmith énekesével csináltam interjút, és megkérdeztem tőle, hogy amennyiben azokat a drogokat, amiket elfogyasztott, nem fogyasztotta volna el, ezek a dalok megszülettek volna-e? Biztos, hogy nem. És mondta, hogy nem. Ebben igazad van, csak az a baj, hogy Curtis már nem tudott alkotni, nem tudott fellépni, tehát ő már túllépett egy határt. Jó. Tehát akkor lehet elmondani a rehab központban, hogy nem teljesen szeretnék egy szomorúságot, csak félig. Annyit ad szívja, hogy tudjak alkotni. Vele is csináltam interjút az Anita sztoriában egyébként. A YouTube-on. A YouTube-on. És hát ő akkor még tagadásban volt erőteljesen, bár akkor azt mondta nekem, hogy ő elment pszichológushoz, és hogy, mert ugye neki volt egy balesete, amit ugye hát droghatása alatt követett el, és hogy az neki egy akkora pofon volt, hogy ő akkor. De hogy ő akkor leállt végleg, de hát ez nem volt igaz. Tehát akkor a teljes tagadásban volt, de ami nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ő azt mondta, hogy ő azért nyúlt a kábítószerhez, mert állandóan azt az adrenalint kereste, amit ő a koncertek alatt közben és a végén érzett, és amikor jött egy pihenés, egy szünet, vagy nem voltak fellépések, egyszerűen olyan hiányérzete volt, hogy muszáj volt ezt az érzést mással pótolni. Ezt úgy hívják egyébként színházba, tehát a főiskolán osztályfőnökök azt mondták, hogy idegileg, idegrendszerileg nem vagy alkalmas erre a pályára. Tehát a Curtis nem alkalmas erre, hogyha nem tudja földolgozni a sikert, mert hirtelen rászakad pénzbe is, szeretetbe is egy siker, és ezt nem tudod földolgozni, elkezdesz vagy inni, vagy drogozni. Tehát a futballisták mivel kárpótolják azt, amikor éppen üresség van és nincsen ováció? Én például ováció. Nagyon jóban vagyok a Curtis-szel és meg a Majkával, a Curtis egy kicsit közelebb áll hozzám, mert együtt focisztunk még az Újpestben, úgyhogy persze, én nagyon, nagyon szeretem őt,
Én nagyon sajnáltam, hogy ilyen helyzetbe került egyébként, és azt végképp sajnáltam, hogy a Majkával ő, tehát úgy szétmentek, mert ők együtt voltak szerintem sikeresek, meg jók. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ők egyszer majd megint együtt lesznek. Hát és egyébként ő hangoztatja is, hogy lesz majd újra együtt, és ugye kitett olyan fotót is. Itt... ami izgalmas ebben a történetben még, amikor ugye ez nyilvánosságra került, amikor Majka szakított Curtisszel, akkor gyakorlatilag az ország két táborrá osztott fel. Én Zábor Jim is lettem. Na az a baj, hogy nem tudok belefogni egy ilyenbe. Ezért két tábor és a Hajdúszti. De tényleg voltak Curtiszesek, voltak Majkások, rengetegen ugye a Curtiszesek azt mondták, hogy akármi is történt, akármit is csinált ez a fiú, Majkának nem lett volna szabad őt belökni a nyilván nyilvánosság elé és coming out-olni. Egyébként Curtis is ezt mondta, és voltak, akik azt mondták, hogy Majkának teljesen igaza van, mert az egyetlen módja annak, hogy esetleg megmentse. De lehet ez volt a jó, mert szerintem így kapott észbe az Ati, nem, hogy... Szerintem nem. Én értem, hogy elszakadt a Petinél a cérna, mert nyilván ott volt egy olyan helyzet, amikor már nem lehetett, de nekem ez is furcsa, tehát, hogy egy Insta üzenetben mondja azt, hogy... Tanácsot adtak volna neki, hogy nem, így nem, kell. De hogy én bízom abban, hogy volt közöttük egy magánbeszélgetés is. Tehát, hogy két héttel ezelőtt, vagy beszéltek, lehetett tudni, vagy olvasni. Egyébként ti akkor abban a vitában ti Curtisszesek, vagy Majkások voltak? Én Curtisszes voltam, nem Curtisszes voltam. Hogy nem szabad azt mondani, tehát nem lehet kiállni a közönség elé, ugye Szegeden volt ez a ominózus balhé, hogy nem szabad kiállni és azt mondani, hogy hát sajnos részeg vagy be van tépve, vagy droghatása alatt van. Nem tudom, én szerintem 16-szorra fordul elő, és te egyszerűen felelősséggel tartozol a nézőidnek, a rajongóidnak, nem, és a komplett zenekarnak, érted? Egy családokat etetsz, gondolom elmaradtak koncertek a 26. alkalommal, betelt a pohár egyszerűen, szerintem van egy határ, amit meg kell húzni. Akkor te Majkás voltál. Kell, én most nem Majkás vagy Curtis, én azt gondolom, hogy a Majka jól tette, amit tett. Akkor Majkás voltál. Ja, a Peti egy ösztönember, és nyilván abban a helyzet, aki szerintem itt egyébként a szakmában azért mindenki hallott, tudta a dolgokat, tehát itt nem volt az, hogy most nem Majka vagy Curtisszes, hanem egyszerűen a Peti egy ösztönember, akkor jött egy indulat, és ő akkor úgy gondolta, hogy ez a leghelyesebb út, hogyha ő akkor kiáll és elmondja, de nyilván ha valakit, tehát egy alkoholistát is szembesítesz azzal, hogy te iszol, ő azt mondja, hogy nem. Tehát amit a Rozina mondott, hogy tökéletesen levezethető ez ennek az egésznek a pszichológiája. A tagadás, hogy én mindenáron meg akarok felelni, nekem bulim van, én meg tudok csinálni egy arénán, és akkor, és utána meg, hát jöttek, hogy elmaradtak megint a fellépések. Na most egyébként közben jelentkezett... De az, hogy belátta, az... Közben szerintem... jelentkezett Dopman, aki... Így szólt hozzá, hogy nem tudom, miért vesztek össze, minek köszönhető az érzelmi eltávolodás, de sokakban felmerült az is, hogy ezt csak kitalálták, hiszen kell valami, amivel újra és újra el tudják adni a produkciót. Ez pedig egy nagyon jól megalkotott történet, ha kitalált volt, azért feltételes módban teszi. Dopman is kitalálhatna már valamit, amivel adja a produkciót, mert szerintem azért... nem feltétlenül ennek kéne annak lennie, tehát mostanában... De többen kitalált azért jó történeteket. Nagyon sok, imádom Dopman számait, fantasztikus, de szerintem nem egy tisztességes megnyilvánulás. De figyelj, rapperek között, tehát hogyha te is rapper ennél, Rozina a rapper, akkor lehet, hogy te is keményebben beszóltál. De például a Zoli nem fűzött semmit. Hát a Zolit azért nem mertük most írni, ugye? Így van, ezért nem írtuk ma Zolit. De nem, ez egy picit... Nekem van egy picit olyan érzésem, hogy mindenki most ebben a Curtisszes fényalában meg akar mártózni. Igen. Tehát, hogy itt a Dopman is, és akkor itt lehetett olvasni, hogy Curtisznek mindenki üzen, Tillától, Pápai Jocinát, Puskás Petit, mindenki üzen. De most az, hogy valaki, az, hogy kiállok amellett, hogy bravo haver, bevállaltad, ez az nyomjad, és próbált... Nem írtam, pedig egyébként jár hozzánk az étteremben néha, várjuk vissza sok szeretettel, ha te jobban lesz. Feliratta a számlát, de én nem írtam, de ha ismerném, akkor nyilván sok sikert kívánnék ehhez. Tesó kitartás. De azért ők azért írtak, mert ugye csináltak egy 10 hetes tévéműsort, amiben megismertek, és a Curtis egy tündéri édes gyerek, tehát hogy ez tényleg, ez vitathatatlan, egy nagyon jó indulat, egy nagyon jó szívű fiú. Én is írtam neki. Te is írtál? Három szív és kér. Hát gondoltam, csak érti, hogy ez mit akarom megírni. Hát a kezedbe soha neved, de szívni fogsz. De
Vajon ugyanígy van valahol egy hashtag dealer show, és beszélgetek, és gyerekek, elvesztettük a legjobb kuncsaftunkat 2 éve, ugye az a színész gyerek, aki karambolozott, és most itt van a Curtis, hát olyan szállítója volt. Mennyit buktunk. Arra a családra nem gondolsz? Itt van még egy érdekes szempont ezzel kapcsolatban, a nyilvánosságra hozatala ennek a döntésnek. Tehát az, hogy én elmegyek rehabra. Ez segíti a dolgot, vagy sem? Tehát például ti valamilyen szinten függőségben lennétek, titokban tartjátok, elmentek rehabra, akkor ti, ugye mindannyian ismert emberek vagyunk, ti ezt nyilvánossá tennétek, vagy titokban csinálnátok? Szerintem 10 éve még titokban csináltam volna. És ma? Ma már nem. Szerintem ma már olyan példát tud még egy magyar ismert ember is adni a többieknek, akik otthon ülnek és mondjuk alkoholisták, de nem merik bevállalni, és nem mernek lépni, hogy én alkoholista vagyok, hogy ez szerintem sokkal többet tudna az ember segíteni azoknak a sorstársoknak, akik nem mernek ezzel előjönni. De hogyha te bevallod, hogy Kabát Péter vagyok, kérem szépen alkoholista, és a foci is csak úgy ment, hogy ittam folyamatosan, erre nagyon sokan azt mondják, hogyha a Péter megint ilyen bátor, de már kijöttél belőle, és nagyon jól nézel ki, hogyha Péter ilyen bátor, akkor én is elmegyek egy rehabra. Igaz, hogy be van építve a kapszula a térdembe, kicsit fáj, de egyébként jó. De ez annyira nyilvánosság előtt zajlott, hogy szerintem, ha ő tényleg kijön, és tényleg tiszta marad, mert az igazi feladat az lesz, hogy utána mi lesz az ő életével, és valóban a kis démonok, akik majd ott állnak, és azt mondják, hogy na jó, hát csak 1 gram, vagy nem tudom mennyi, vagy hogy van ez. Hát én annyit szoktam. Az nem áll, vagy nem tudom, hogy mit szedett, vagy hogy... Figyeljetek, én leszoktam 5 éve a dohányzásról, az is egy szenvedélybetegség. De az nem ugyanaz szerintem. De ugyanolyan pótlott nyász. Én nagyon erős dohányos voltam, tehát a dohányzásról leszoktam, utána még pótló szerekkel, tehát ilyen nikotinos rágóval próbáltam magam nyugtatni. Úgy néztem ki, mint egy hörcsöl. Tele voltam ízi nikotinos rágóval. Nagyon kemény egyébként, bármilyen függőségtől megszabadulni. Igen. És fog sikerülni szerintetek? Hogy remélem, hát persze. Ez után, tehát jönnek a bulik, jön az érzés, tudja ezt más. Nagy a kísérlete, hát nem tudom. Nézd, nagyon... én a Győző, akit tényleg mondhatjuk, azt imádunk, tehát én nagyon szeretem a Győzőt, és ő, a Szabó Győzőről beszélünk, tehát ő egy, és azért ő kőkeményen benne volt a pokol legalján. Ahogy ő onnan fölállt, és egy csodálatos életet épített ki, nyilván egy nagyon sokat dolgozik, sportol, de megtalálta most már olyan szinten a saját útját, tehát hogy ebből van, ha nagyon akarod, akkor igenis föl lehet. És legyen így. De várjuk, még annyit hadd mondjak el, például a Győzőnél nagyon fontos volt, hogy a közösség például abban a színházban, ahol játszott, mindenki mellette segítettek, állt, azt mondta, hogy menjél, nyugodtan megvárunk, nem lesz az, illetve hogy... amikor kijött onnan, akkor volt egy támogatás, amit kapott, mert ha most kijön a Curtis, és a backstage-ben ugyanúgy várják, mint ahogy elment onnan, akkor az nem fog csinálni. És itt lesz a Peti felelőssége egyébként, hogy vajon ez a formáció hogy újra, tehát lesz egy második esély, amiért ő küzdeni fog, mert ugye a Győzőnél is az volt, hogy megmondták, hogy vagy leteszi végleg, vagy a valami Amerikának a főszerepét, ami ugyan az ő sikere tulajdonképpen, sok sikere van, de az egyik a berobbanás, azt nem fogja megkapni. Tehát, hogy ez is kellett. Mögött, hát motiváció. Ez egy motiváció, hogy most hát akkor elveszthetek mindent, értetek? Majd a Curtis menedzsere azt mondja, hogy figyelj, pár ilyen matini előadással kezdünk, kakaóparti, tehát hát, hogyha ott nem kerül a kezébe. Lufi fújás. Először ilyen könnyű homokvárépítés. Uvihakni. De mindent ilyen porokkal oldasz meg. Egy kis motiváció a lányoknak, gyerekek. Nem, felszabadulhattok most. Képzeljétek el, egy hónapos kampány indult amellett, hogy a nők szabadon hagyják nőni a szőrt a testükön. Ez mekkora f***ság, már ne haragudj. Hát így hogy folytassam ezt? Itt van, ez a lány kezdték. Nem, az a lány barátjának a lába. Biztos, hogy így csinálták. Az nem létezik, az hogy ilyen szőrös legyen. Ezt te össze tudnád így ülni az Anitával? Most megcsinálom ilyen az Anitával. Csináljon valaki ilyen. Ilyen mediterrán. Nem is szőrös. Nekem nincs is szőrös. Nincs szőrös. Nincs szőrös. Nem tudom. Nekem tiszta szőr a lába. Nekem is tiszta szőr a lába. Mutasd már meg.
Én is ilyen vagyok. Soha nem borotváltam a lábam. Összes focista borotvája. Na de várjál, most a nőknek szól. Úgy hívják ezt az időszakot, ezt a hónapot, hogy January, tehát ugye a január. Szőrös január. Még egyszer? Az U betűt nem kell mondani. Te Brazilia már ők lendezik. Tényleg. Na most ezt egy 21 éves angol egyetemista, Laura Jackson indította el, hogy a Movembernek, tudod, a bajszos hónapnak legyen egy csajos verziója, és ezzel a lányokat arra próbálja buzdítani, hogy fogadják el a természetes valójukban önmagukat. Na. De ez azért hülyeség, mert amíg a Movembernél a szakáll szexi, ez baromi undorító. Ez nagyon undorító. Miért? Magukban szeretik az olyan nőket, akiknek bajsza van. Hát most nem hülyeskedhetek. Nem, de az előbb azt mondta, hogy ez egy baromság, mert hogy ti nem akarjátok ezt. Tehát ez a hölgy, ez úgy képzeli, meg nyilván sokan mellette, hogy ez egy felszabadító történet undorító. Nektek, mert ti vélhetően valakinek a kényszer hatására borotváljátok magatokat itt-ott. De ez, ja, ez az állatos fiú, aki a pisztolyt szokta fogni a fejemhez, ha mondta egyszer, vagy két hetet egyszer, azt tehet minden. Na de jó, nem mondom, hogy fárasztó, mert mire itt leszed, innen újra kezdheted. De nem, ez egy érdekes dolog, hogy honnan, mert azért a 80-as években még emlékez, vagy emlékszünk arra, amikor különböző, tehát akár hírességet, de a 80-as években például Magyarországon a hónai borotválás az még nem volt annyira, ez a 90-es években indult be. A 80-as évek közepén mentünk, osztálya középiskolások voltunk strandra, ilyen úszó oktatás volt, és az egyik legszebb lány fölállt a gyönyörű, hibátlan alkattal, fölállt erre a startkőre, fölemeli a kezét, és mind a két hónalja szőrös volt. De akkor az és mi? Én azóta ott állok, hogy jaj, de gyönyörű. Igen, igen. De azt tetszett neked? Nagyon tetszett. Hogy szőrös? Hát az volt a normális, 80-as évek. Az már serdült nő volt, meg a bikini vonal, emlékszel a bajusz. Hozzáteszem egyébként, hogy... Megnéztek egy 80-as évekbeli Playboy magazint, ahol se retusálás nincsen, se utómunka, nincsenek leborotválva ott a hölgyek. Százszor szexibb. Igen. Tehát egyszerűen az, hogy, hát olyan, az, hogy természetes, ma gyakorlatilag rajzolt rajzfilm figurák igen. vannak. Nem? Hát úgy néznek. Nagyon nehéz egy Mickey Egér mintát. Nézzünk meg egy pár olyan ismert hölgyet, akik még, hát ez például ez a Madonna. És már ott is punk. És ez ráadásul nem is... Szőragáz. Oda van Monty Rosa. Tök jól néz ki a Madonna. Mi? De ott van a kis, látod a kutyát? Mi baja van? Nem. Szerinted jól néz ki. Kamáncsó ott van? Bocsánat. Nekem szerintem na, nézzük a következőt. Ez Nena. Ki? Brit, igen. Ki ez? Nena. Ja, Nena, de ő így jó. Ő így jó. Ő így jó, annak idején, van. Amikor 99 Luftballonról énekelt, akkor bizony, ott még hordta a 80-asokban. Nézzük a következőt. Gyönyörű. Marilyn Monroe. Kiszeltünde. Sofia Loren. Ez az Sofia Loren. Életem egy fekete-fehér képen egy szőke nő, az csak Marilyn Monroe lehet. Ez Sofia Loren, ezzel a képen egy picit úgy látom, hogy próbál borotválni, de valahogy nagyon is volt a borosta. Ő azt mondta, hogy én csak eddig vágom le, nézd. De hát ez nem szexi. Na nézzük még, nem szexi? Nem. Dehogy is. Julia Roberts, ez olyan túl régi felvétel. De ez mikori, 2000-es? Hát rendben van, de nem a 80-as évek. Ez nem 80-as évek. Szerintem ezt valami szerethet. És ő például, ő Amanda Palmer, életemben nem hallottam róla, de ez nem jelent semmi. De ő fiú. De nem ő, mondjuk el. Egyébként a megdöbbentőbb az, hogy most már a férfiak is borotválják. Hát a Peti, hát tudom, hát persze. Most de most egy foci csapatban, mert együtt szoktunk fürdeni, szerintem azt várjátok, az már gáz, hogyha nincs leborotválva. Gáz, ha nincs leborotválva. Így igen, van. Képzeld el, nekem az egyik kollégám, nem mondom a nevét, Csonka Bandi. Ugye, öltöző társak vagyunk, és öltöztem át, és mondom, Bandi, mi van, rossz? Ne, fúj, hogy milyen melszőröd van, hogy fúj, ne. Hát mondom, férfiaknak, mert meg hason is van sző, de hogy olyan rendezetlen. Hát mondom, Bandi, rendez. Jó, következő előadásra behozom a trimmelőmet. A Bandi mindig fél hétre jár be az előadásra, 7-kor kezdődik, de akkor, amikor hozta a trimmelőjét, már délután 5-kor ott ült, hogy mikor jövök.
És hagytam neki, hogy letrimmelje. Nem hülyeskedj, hogy letrimmelték neked. Letrimmeltem. Hát az őrült fájdalom lehet. Tehát ez a trimmelés a világ baromsága. Az a gyantázás a trimmel. Te a gyantát mondod. Trimmelés, a trimmelés az csak, hogy megigazító. Egy bizonyos hosszúságában meghagyom. Rutinos lehet a... És akkor hagytam abban. Melyik az, amely kitépi a szülyes? Az a gyantáz. Nem, de van egy gép is, ami... Az epilátor. Nem, az nem. Az szörnyű, a trimmelés az, amikor csak megigazít. Hogy milyen eszközzel dolgoztok, de lányok, emlékeztek-e arra, amikor figyelj. Először volt az, hogy na most lekapok? De igen. Nem. De ne te mondd el. De nekem is volt. És nézd meg, milyen tartós, azóta nem nőtt. Én ettől megőrülök. Na. Ez amikor emberek kitalálják, hogy szabadítsuk föl a nőket. Engem ne szabadítson föl senki. Én így érzem jól magam. Ha ő úgy érzi jól magát, hogy szőrös a lába, ott van a bozót, ott van a mindenhol, akkor legyen neki így jó. Vagy melltartó nélkül. Ne kezdjük ezt el. Te abszolút egyetértek. Hogy ennyi, én de így érzem függetlenül... jól magam, ő így érzi magát. De a 80-as években senki nem érzett semmiféle indítatást arra, tehát hogy mi volt az a motiváció nálatok, amikor engem először azt mondtátok, zavart. Hogy lekapom. Engem, tehát te a 80-as években is lekaptad volna? Hát már akkor éltem. És akkor már kaptad? Azért ott volt egy két Júlcsi közeli, amikor a villamoson kapaszkodsz. Amikor bekerülsz egy gimnáziumba, és valaki elkezdi, vagy nem tudom én, akkor nyilván ez egyfajta, ez egy ugyanúgy, tehát mint nálad... hogy most az én kislányom már elkezdett, hát 10 éves, már kiskamasz, elkezdett serdülni, már megjelentek itt-ott neki is. Dolgok, igen. Anya, és ő megkérdezte, hogy ezt mondtad a tévében. Nem fogja nézni ezt a műsort. És megkérdezte, hogy ő mikor szedheti ezt le. Tehát mert ő már... Uh-huh. Már zavarja. És mondtam neki, hogy hát szerintem még ezt hagyjuk. Tehát, hogy majd eljön az az idő, amikor már olyan. De van barátnőm, akinek a kislánya 13-14 éves, ott már az osztálytársak, ott már bizony ez akkor egyébként a igen, ott már egymástól ezt látják, az zavarja, leszedített, hogy ez tehát, igen, nekem is volt oda, hogy szőrök, nem anyukát láttam a kádban, és azt a mintát láttam, nem, hanem... Nem, egyértelműen barátnők. Barátnők? De hát ez jön, látod a másiktól, és akkor ez egy, mint egy divat olyan lett. De hát aztán... Mi volt az eszközöd? Micsoda? Egy bozót vágó kés. Egy macsétát! Elmentem a boltba, mondtam, adjon valamit, ami kőkemény. De anyukát bevontátok, vagy kértetek tőle, vagy teljesen önállóan. Mi? Szüleinek mindig van az embernek szó nagy szőre. Nem? Tehát az mindig úgy van, hogy egyenek. Hát nem. Igen? Nem tudom. Én azt figyeltem meg, hogy minden anyának, aki az én anyám, annak van szőre. Ez is, hogy minden anyának. Ez is, hogy ki hogyan szocializálódott. Tehát, hogy nyilván, aki egy vidéki iskolában. Szűrös családban nőtt fel. De anyukát színésznő. Nyilván ő neki ez... Mit feltételezel az ő anyáról? Biztos, hogy nem ő leszette. Tehát te azt nézed ki a kányakatából, hogy ő már idejét... Igen, szerintem, mert egy másfajta fejezetből jött, miket vagy egy másfajta dologból. Jó. Tehát te akkor anyudat bevontad? Nem. Hanem te nem. Én amire emlékszem, bár nem, esküszöm, hogy nem volt ez egy annyira jelentőségteljes pillanat az életemben. Én is azt hittem. Mert a borotválás az egy ilyen nagy dolog. Én az első hónajszőrzet leszedésem például egy darabba volt, ahol volt váltótársam, és azt figyeltem meg, hogy mivel a váltótársam borotválta a hónalját, mi egy nagyon kicsit melegeket játszottunk, egy nagyon helyes ilyen kis atlétába volt, én meg helyes atlétába, de ilyen újja volt. És megkérdeztem a jelmeztervezőt, hogy neki miért van atléta, nem miért van. Hát azért, mert ő egy fiatalabb fiú, és akkor ő leborotválja a hónalját. És akkor nem kellett több, én is leborotváltam, hogy nekem is olyan legyen. Akkor borotváltam le először, de utána hagytam, mert hideg volt, fáztam. Nem akarok túl
intim lenni, de és ugye nem tudom, hogy most éppen mit akar a lefel. Nem. Ez egy új műsor, nem. Azt akarok, hogy nem fogok ilyet kérdezni. Nem fogok ilyet kérdezni. Volt-e olyan, hogy pasi kérésére ti változtattatok azon, ami volt ott? Figyelj ide, én erre elmondom, hogy miért nem fogok erre válaszolni. A kérdésemet meg se hallgattad, hogy azt mondtam, bocsi. Nem érdekelünk, hogy mit akarsz kérdezni. De nem azt kérdeztem, amit vártál, vagy vártál, Rozi. Úgy változtattunk-e rajta, de erről az egész témakörről én nagyon korán, fiatalon megtanultam, hogy erről nem feltétlenül illik beszélgetni. Édesapám 4 éves lehettem körülbelül, amikor egyszer csak felfedeztem, hogy hát itt különböző testrészekről van szó a fiúknál és a lányokról. Most édesapádról fogsz beszélni a helyet? Egy strandon oda mentem apukámhoz, nagy társaságban ült az apám, és megálltam előtte. Apa, megmutatod a fütyidet, Léci! Na, neked hogy néz ki? És elkezdtem kérdezni, édesapám rettenetesen zavarba jött, rám nézett, és azt mondta, strandon. Hogy kislányom, úrilány, ilyet társaságban nem kér. Társaságban nem kér. Én ott azt hiszem, hogy megtanultam, hogy erről ezekre a dolgokról nem beszélnek. Tényleg nem ezt kérdeztem egyébként. Az nem lehet, hogy még kedden volt fanszőre mindenkinek, de szerdán már nem. És tehát, én ezt a momentot, ezt a pillanatot keresem. Nyilván az igény diktálja a kínálatot, tehát hogy azért... De hát ez csak jön magától. Meg se kérdeztetek, és már ledobtátok. Ugye, hogy lelettem egy lökve szikláról? Hogy legalább legyen, hogy akarsz egy kifutatot. Neked ő mondta valaha, hogy egy kicsit igazíts meg, mert túl nagy a buxus. Tehát mondta valaha? De nem kellett mondani neked. Hát 100%, hogy az optikai tuning. Nem. Na és neked, férfi? Na de mindig elfogadták, amilyen? Igen, én kérdeztem, hogy milyennek... Mondjuk, hogy lehet, nem a szőrrel volt a baj. Vagy a bocsi! Erről nem beszélünk. Figyelj, de most akkor én adtam, te is adsz? Aja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 j
De miért? De nem azt kérdeztem, hogy mi van ott, nem azt kérdeztem, hogy hogy néz ki, nem azt kérdeztem, hogy áruljátok, hogy pasi kérésére volt-e, hogy... Én válaszoltam. Semmi nem változtattam. Ez lett volna a válasz. Köszönöm. Se az, hogy ezt ne csináljam, vagy azt ne csináljam. Én ilyen vagyok, én egy szabad, független nő vagyok. Imádom ezt benne. Igen, én elmutam. Igen, megbeszéltem vele most. Minden oké. Mi vagyunk. Előkerült egy videó, amin Drake. Drake-et ismeritek? Azt hittem, ma megint volna. Amin Ábel Anita. Na jó, szóval előkerült egy videó, amin Drake egy fiatalkorú lányt tapiz és csókol meg a színpadon. Szerintem nézzünk bele ebbe a videóba, és utána majd beszélünk róla. Drake egy rapper egyébként, Amerikában ő az egyik legmenőbb, és a lány 17 éves. De nem tudta. Ő felhívta a színpadra, a lány ott áll, ugye? És most a mikrofonommal szépen megcirógatom az arcot. Nem állnak Nem, itt meg is kérdezi egyébként, hogy hány éves vagy. A lány mondja, hogy 17. És a lány elmondja, hogy 17. De miért? Mit csinál? Kiszívja a nyakát. De ez, hogy jön egy ilyen intim nyakpuszi. Nyilván a lány önként ment fel, nyilván a lány nagyon örül annak, hogy ott lehet a színpadon. Most átölelni, azért az alkarja érinti. Igen, hogy kicsit lecsekkolta, hogy ez igazi. És most mindenkit arra kérek, hogy biztassa a lányt, hogy csókoljon meg. Meg akar csókolni? Igen, meg? Igen. És most mondja el a lány, hogy ő 17 éves, akkor egy picit látszólag kiborult Drake. El is mondja, hogy ő nem szeretne börtönbe kerülni, de azért... Elmondja, hogy nézhetsz ki ilyen jól 17 évesen. Kiröhögik a többiek. Meg annyi ilyen jelenetet láttunk már színpadon, és akkor most mi történik? Kedves, igen. Mit mondsz ti? Nem nagyon értem, mert szerintem a Curtisnek a dílere ott volt. Figyelj! Homlok, arc. Homlok. Most, ez nem nyelves volt. Ez máshogy indult, csak kiderült a kora. Igen, szóval ez máshogy indult, kiderült a kora. A lényeg az, hogy beszéljük meg ezt, hogy egy 17 éves lány, ez nyilván Amerikában is
Magyarországon is, hogy a fiatalkorúnak számít, egy ilyen dolog történt, hogy ez helyese, helytelen. Semmit hát, ha engem Lovasi András megcsókolt volna 17 éves koromban, a világ legboldogabb embere lettem volna. Wow. Most mondom, tehát hogy ne hülyeskedjetek, és ez egy tiszteletteljes, teljesen jó dolog. Nincs ezzel semmi probléma. Akkor jövünk vissza a reklám után, és megbeszéljük Rozival, hogy volt ez a vosolás történet. De hát egyáltalán a rajongásról is beszélünk. Jövünk mindjárt. Folytatódik a hashtag bocskor, Bosala Rozinával, Ábel Anitával, Kabát Petivel és Hajdú Steve-vel és a témánkkal, Drake-el kapcsolatban híres amerikai rapper, és láthattátok most azt a videót, amikor ugye felhív a színpadra, ez nagyon sok művésznél van, egy rajongót, és ugye többnyire ellenkező nemű rajongót, ez a rajongó baromira örül, ott egy pici táncimánci, ez az, és aztán átöleli, picit nyakcsók, picit hozzáér a cicihez, és aztán megfordítja, és szájra ad egy puszit, hangsúlyozok, nem csók, ez egy puszi volt. Ilyen. És egyébként most tudtam meg, hogy ez egy régi felvétel, de most kaparták ezt elő, ugye a MeToo kampány után megint csak. Tehát ez a lány a lényeg fiatalkorú volt és 17 éves. Helyese, helytelen. Megkérdezték a lányt egyébként? Valaha megszólalt a lány? Nem, erről nem tudok. Tehát, hogy ezt most ki akarja, nyilván a Drake lejáratásáról szól ez a dolog. Igen. Én azt gondolom, hogy ez a lány rajongó, ez másnap bement a suliba, és azt mondta, megcsókolt Drake. Szárnyalt. Én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb élmény lett volna a lánynak az, hogy szájra puszítsak, hiszen lehet, valószínűleg ez a show-nak a része, lehetett tudni, hogy azért megy fel, hogy megcsókolja. Kiderül, hogy 16 éves, és akkor le van küldve, vagy 17 éves, le van küldve, köszönjük szépen, akkor nem szerintem az neki sokkal jobb. Jött a rapper? Tehát trauma, ha nem csókolja meg a rapper? Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ezt nem értem soha. Tehát egy 17 éves lány, tehát én csókolóztam 17 éves lányjal, sőt 16 évessel is, amikor én voltam 17 éves vagy 16. Uh-huh. Tehát abban nincsen semmi. Na most, hogyha 45 éves a férfi és 17, akkor már egyből baj lesz. De miért vajon? De szerintem ebben semmi nem volt. Nem, miért bűncselekmény volt? Vagy abban mi? A három pusziba, amit utána adott, én a tiszteletet és a kedvességet éreztem. Jó, de hát nem így indult. Nem így indult. De megtudta. Hát meg igen, tehát nyilván. El is mondta, hogy nem akar börtönbe menni. Hát de mitől menne? Egy csóktól menne börtönbe? Hát, vagy a Lilion Hát Amerikában simán, azért gondolj bele. Igen, szóval most mondjuk csak a szülő feljelenti. Mondjuk fúra lekapja a színpadon. Emlékeztek, mikor itt volt Robbie Williams, akkor ugye őnek is volt egy ilyen show, a show-nak a része. Mennyire álltam ott az első show. Igen. Nekem az egyik barátnőmet kapta ki egyébként. És egy, igen, tehát ez lehetett tudni, hogy ennek a turnénak ez egy nagyon erős show eleme. Igen, hogy valakit ő mindig fölhívott a színpad. Ez a lány készült erre. Ő egy nem 16 akárhány éves. Ő mindent megtett, hogy ő legyen. Tehát, hogy ott ő azt mondta, hogy ő ezt akarja. És őt is szedte ki, hát nem tudom, hogy hát... Most azóta fogad. Ez jó pár éve volt, de hát ott azért, ott például egy rendes csókolózás. De hogy nyelvezet? Persze, ott egy... Robbie Williamsnek hogyne hatalmas része a műsornak. Ezzel a hatalmas nyelve van, és te tudod. És hogyha engem választ ki, tehát félrenéz. De szép nőket. És nem lát jó. A lábad látja, és azt mondja, Nem lát. Ki ez a jó láb? Van, ha véletlen elnézi ott a hívve, és akkor lecsúkolni el. Az is belefér. Egyébként igen. De egyébként én azon csodálkozom, hogy a Rozi azt mondja, hogy hát ő három napot ott sátorozott Robbie Williams miatt, előtte meg Lovasi András csókjáért. De tehát, hogy tudok még egy párat mondani? Nagyon-nagyon szerettem rajongani gyerekkoromban. Nyilván ennek vannak, tehát nem azért ez egy túlzás volt, tehát nem táboroztam ott, de azért nem bántam volna, ha felvisz a... Tehát akár most ebben a korban sem bántad, vagy bánnád, ha Robbie Williams fölrángat, és csókolóznál vele? Nyitnál te is a szádat? Húznál te is magadhoz? Nem, tehát hogy passzív elviselője lennél ennek a csóknak? Akkoriban azért egy független rockstar volt akkoriban. Én is egy független, nem rockstar voltam, de független voltam. Ma már egyikünk sem az, hogy elment vele. Már nem kap ki. Úristen. Már nem kapnak ki. De mi ez a MeToo kampány miatt van így ennyire, hogy nem lehet... Gondolom, igen. Gondolom, igen. Most egy picit meg akarják ráncigálni a Drake-et. Szerintem itt erről van szó. Hát semmi nem volt.
Nem, én is azt gondolom, hogy semmi nem volt. A csaj boldog. Neked volt valami ilyen, hogy dörömböltek a nők a pályán. Futball... Hát amikor barátságos meccs volt a renovában. De miért? A pályán. De hogy mondjuk valaki azt akarta, hogy... Hát hogy velem végezze, ez a akkor megkongatták a pálya ajtaját. Tehát... De kezdőrugás miért? Nem, hogy akarta csomószmára élni. Hol a foci pályán? Nem a foci pályán. Női rajongók ostromoznak téged. Egyáltalán rajongód van ilyen? Van azért, akart. De Peti, amikor az Újpestben bevágtad a bombagolt is, 10 férfi rád rohan. Ott levittek a földre és csókolgattak. Volt benne egy-egy csók? Volt a fiszülemet amúgy. Tényleg? Ja, így belenyalt, aha. Nem. Tényleg. Az a Sting volt egyébként. Tudod, figyeld a lábát. Mint a német válogatott, amikor a világbajnokságot nyertek, és ott faggatták, hogy ki meleg a csapatból. De az edző, és az egyik mondta, az edző mondta, hogy én nem akarom mondani, aki meleg a csapatban, azok nagyon jó futballisták, és a kapus is jó. De azért... Például szerintem a zenészek jobban ki vannak téve ennek, nem? Vagy neked volt ilyen, hogy minden áron akartak? De volt, igen. Tehát volt, nekem volt olyan, hogy az apukája hozta oda. De, sőt, hogy anyuka is, hát mi turnéztünk a rádióval. De hogy négyen legyetek? Nem. Turnéztünk, és amelyik szállodában laktunk, és az anyuka hozta egyébként a bombázó lányát. De miért hozta? Hogy elmenjen vele reggel. Peti, tehát neked azért szörnyű lehet, hogy a te nézőid azok ilyen tetkós állatok, nem? Tehát te ott nem tudsz válogatni. Tehát amikor egy ilyen gólörömben te szoktál nézni a tribűnre, hogy mit tudom, van-e ott egy jó csaj? De hát ez ugyanolyan, mint mondjuk a Robbie Williams lenéz a küzdőtér, és tele van. Most a lelátóra felnézel, ugyanúgy mondjuk, hogyha sokan vannak, akkor nem látod, hogy ki a jó. Tehát olyan távolságból. Egy tetkó skar is lehet nőjét. De meg nőjes, így van. Igen. És az álomutazók, ott rengeteg 12 éves volt elő, Steve, amikor lenéztél. Iszonyú sikerem volt, de csak akkor, amikor robot elvesz. Volt egy rajongóm, így magánemberként, szia, hello, de amikor meglátott robotnak öltözve és maszkírozva, egyszerűen megőrült, hogy gyere, ölelgetett. Fiú volt. Mondom, jó, maradjál nyugodtan. Ne. Félelmetes volt, hogy elmita egy kicsit. De egyébként minket biztonsági őrök védtek, hogy ne jöjjenek föl a gyerek rajongó. Elképesztő. Esküszöm. Elképesztő. De nem minket szeretek, nem úgy, mint a Dréket, hanem a Hát hiszen Vidor, utána Steve, tehát a civilben nem érdekel, de mikor felvett a robot jelmet. Láttad, ugye? Te készen voltam. A robotként vegyültél, de civilként húztál el. Nem kell. Igen, nem ja. kellett. És neked, hát ugye Rozi vallott itt a Lovasi, meg a Robbie Williams, a család, neked volt olyan tini korodban, akit te úgy tényleg megcsókoltál volna, hogyha összehozza sors tiniként? Hát én nagyon szerelmes voltam Bryan Adamsbe. Imádtam. És akartam neki levelet is írni, hogy én itt várom. De sosem írtam meg. Itt várnak a 13-ban? Igen, 3. előtt 4 gyerek. Nagyon cuki, ez nagyon helyes. De nagyon, én fél meg, tehát hogy az egy ilyen szerelem volt. Imádtam a Dalit. Tehát, hogy teljesen oda voltam, tetszett, ahogy kinéz, de nem jött ez össze. Szóval ott te simán 14 évesként örültél volna egy ilyen csóknak, lazán. Én nem így fogtam föl, hogy most úr is, én a zenéjét szeret, tehát hogy nekem nem volt ilyen, hogy én most testiség, vagy nem tudom. De ha felhívott volna, a színpadra felmész. Hát ha megértem, amit mondani akkor. De nem, én ennél, figyelj, én nekem nagy a pofám, de én egy nagyon konzervatív ember voltam már akkor és most is, én nem vagyok ilyen. Azért felmentél tehát, volna. Nem mentem volna föl, Peti. Viszont ha te focizol, belengedem a tetkós karom. Na. Én nem vágytam ilyenre, tehát hogy nekem nem volt. Ilyen, inkább én voltam a rajongástár. Gyerekek. Na ki volt? Mesélj, az Elek Feri? Nem az Elek. Na jó. Nem volt? Hát sok levelet kaptam, amikor még abban a bizonyos szappanoperában voltam, azért nagyon sokan írtak. Nem abba Peti. Nem abba Peti. Juhinak hívtak. Csoki Juhin. Én voltam Lucy. Azt a mindenit. Balkáni Lucy. Na figyelj.
szóval igen, volt. Na, nem tudom, hogy egyébként ő érte kirajong, de azért mindig borzolja a kedélyeket, nem Győzikéről beszélek. Ja. És nézzünk meg egy videót, önmagáért fog beszélni, amit Győzike most alkotott. Figyeljetek! Jaj. De édes! Én szeretem. A magyar nyelv annyira szép, annyira gyönyörű, annyira míves. Milyen? Míves. Miért kell csúnyán beszélni? Nem értem. Kérlek titeket, hogy ne beszéltek csúnyán. Vagy hogyha csúnyán beszéltek, csináljátok azt, amit én szoktam, akkor azt akarom mondani, hogy akkor azt mondom, hogy csoki, vagy akkor azt akarom mondani, hogy akkor azt mondom, hogy finom, vagy mikor azt mondom, hogy akkor pedig azt mondom, hogy szeretem. Kérlek titeket, én, a magyar, Jókai Mór, hogy ne beszéltek csúnyán. Gyerekek, óriási. Csodál. Nagyon jó, imádom. Az utolsó mondat, az kérlek titeket, a magyar Jókai Mór. Ez kiaggatta rá ezt. Ő gondolja, hogy Jókai Mór nem volt magyar. Onnan jött ez az információ. Most nem a kanadai Jókai Mór, én a magyar. Nem tudom egyébként, miért jött ki ez Győzikéből, teljesen mindegy is. Ti mennyire vagytok csúnyán beszélősek? A pályán. Én igen. Ezt vállalom. Hát én nem tudom. Én is szoktam. De jó, de nem mindegy, a pályán? A pályán nagyon, aha. Szerintem vannak helyzetek, vagy nem tudom, amikor jó. Igen, jó. Hát azért pszichológusok ugye azt mondják, hogy egyébként a pszichének baromi jó tesz a káromkodás. Tehát, hogy az egy szerep, ahol kiengeded a gőzt. És nagyon jól esik, igen. De azért várjál, tudjuk ezt még cizellálni, hogy ti hogyan káromkodtok. Ha valamire nagyon, vagy valakire nagyon dühösek vagytok, akkor kijön az a szó, vagy abszolút ez a kötőszónak használt, folyamatos beszédben, akár dünélkül is simán. Nem válogatom. Én, amikor ha dühös vagyok, soha nem, tehát nekem ez a sértegetés, ez tőlem nagyon-nagyon távol áll. Tehát valahogy talán azért, mert én úgy szocializáltam, mindent leültünk és megbeszéltünk, én soha életemben nem beszéltem még így másik emberre csúnyán. És amikor apukádnak a strandon azt mondtad, hogy apu, mutasd meg a fütyidet. Inkább fokozó szónak. Tehát amikor gyakorlatilag ilyen kötőszóként használjuk, értelmetlenül a mondaton belül elhelyezve. Fokozó szónak, hogy tehát fokozónak. Ja, hogy baszott szétvágítás. Szottul. Ja, na, hogy így, értem. De aha, a másik kibasz. Egyébként követek egy izgalmas embert a közösségi médián, aki megtanította engem is, arra, hogy egyébként ha elhagyod az első mással hangzót, akkor gyakorlatilag befogadhatóvá válnak a szavak. Az meg. Asszom. Asszik. De az nem, mondjuk ki. Majd egyébként te kimondod. Igen, tehát hogy én szerintem ez nem. Én például a feleségem angol, én tanítottam káromkodni őt. Emlékszem, az első káromkodás, az egy tanult mondat volt. Csókold meg a szőrő engemet. Úgyhogy először... Ezt mondtad a feleségemnek? Nem, ezt tanítottam meg neki, hogy ez egy káromkodás. De ez még az első időszakban is. Nagyon élvezte, de a mai napig ő angolul nem nagyon káromkodik, de magyarul, mint a kocsisok. De tud amúgy? Nem. Egyébként de, hát magyarul tud. Ugye tőlem külföldiek, rengeteget vagyok külföldiek körében vendéglátó egységben, és rengeteget kérdezik, hogy kell azt mondani, hogy cheers, egészséged. Én olyankor szoktam ezt a mondatot megtanítani nekik, ezt a csókold meg a szörösséget. Igen. Tehát ha látok külföldieket körbejárni, Budapesten kocingatni, hatalmas boldogságban, az én voltam. Én amikor kikerültem Törökországba, nekem a csapattársaim, azok egyből a csúnya szavakat tanították meg. De rüstükörüntüri. Nem, nem akarom megcsinálni. De mondod törökülő, meg lefordítja japánra. Annyira helyes, mert mindenki végigbaszta a műsort, és ő törökül nem akarja elmondani, meg csúnya. De nagyon csúnya. Anana sziki morosz pucsuzsú sziktelen amdzsik. De hát ez szebb volt. Most, hogyha ez egy török nézi, ez csúnya. De és mit jelent? Hát inkább nem ezt mondom. Ezt most nem mondja, de egyébként tök jól hangzott. Ezt jó. Meg is rendelném étlapról. Igen. És visszakérdek, tehetek már fehér szósz? Ugye, tehát a káromkodás az valahogy mégis egy ilyen ösztönös dolog, mint ahogy Anita példája is mutatja. De valakinek jól áll. Persze, igen. Nekem sincs különösebb bajom vele. Van-e az a helyzet, amikor egyszer csak abba hagyod? Talán egy temetésen abba hagyod, nem?
Vagy mire gondolsz? Nem tudom. Mi hát, az, hogy abba hagyod? Tehát, hogy van egy kapcsoló benned, amikor te pontosan ugyanúgy tudsz normálisan kommunikálni, folyékonyan, folyamatosan. Most beszélgetünk erről, én bennem kikapcsol a káromkodás, ha TV felvétel van, Anitában nem. Tehát, mert Anitában nincs kapcsoló, de amúgy általában bennünk van. Van kapcsoló benne. De azt gondolom, hogy nyilván vannak tévéműsorok, például mondjuk voltam már nálatok a reggeli műsorodban, ott például nem kárgottam, mert szerintem nem, nincsen helye. De ez egy másfajt, más típusú, ez egy lazább műsor, szerintem itt elfér, hogyha éppen nem egy azért, olyan poén van. Nem azért, élő, és akkor tudod, hogy kimegyik, meg valószínűleg kivágjuk, vagy kisipoljuk? Nem. Úgy gondolom, hogy vannak helyek, ahol lehet, ahol jól hangzik, vagy egy poént fölemel, ahogy mondta Rozina is, hogy fokozás, és van, ahol nem. Tehát mondjuk, amikor az anyaságról kérdeznek egy reggeli műsorban, azt nem fogom végig megelni, nyilván. Pedig, ha igazán meséltél. Megpróbáltam kiszótározni, hogy a magyar Jókai Mór mit akart nekünk mondani, hogy hogyan helyettesíteni ezeket a csúnya szavakat. És akkor itt azt hiszem, hogy a megre. A serpa meg a míves, a tanúdában. De milyen szép szó ez a míves, nem? Igen, de ez most egy szép szó. És régi szó, Peti. Igen. Míves. Igen. Tehát a Győzike a bassza megre mondta, hogy csoki, a k***be arra azt mondta, hogy finom, és a k***szotra, hogy szeretem. Aha. Érdekes, hogy más ragozás, tehát k***szot meg a szeretem, mert k***ssza meg az egy felszólítás, igen, tulajdonképpen, ő arra egy főnevet tett. De Steve, megkérhetlek-e arra? Bármire, bocsi, én ezért jöttem. Vagy rám, vagy Anitára, baromi dühös vagy. Uh-huh. Teljesen kiborulsz, ami borzalmas, aha, dolgot követtem el, vagy követett el Anita. Inkább a bocsira. Akkor rám, jó, oké. Okay. Hát és brutál dühös vagy, és b***ssza meg, és k***be, és kib***ssza, tehát ezek szerepeljenek. De csokival, finommal, aha, és szeretemmel. Mehet. De érezzem azt, hogy... Na ide figyelj, bocsi! Most már a csokit nem kapod meg, és hogy le van csokizva, akkor most már nem lesz mézes kalács, hanem szépen elmény a suliba, mert elegem van belőled, hogy k***ot szeretem, hogy szeretem! Nem jó! Belemondtam véletlen, bocsánat! Teljesen rendben volt. Azt hiszem, hogy... Ennyi sípszót még nem használtunk, mint a mai műsorban, de hát a téma is ez volt. Köszönöm szépen a vendégeimnek. Vosala Rozinának, Ábel Anitának, Kabát Petinek és Hajdú Steve-nek. A dekorációt egy picit fölöktem. Ennyi volt mára, egy hét múlva jelentkezünk újra. Mindenkinek szép napot, jó estét, viszontlátásra!